Az érdeklődő diákok többek között a Tolna megyei szakképzési centrum Hunyadi vendéglátóiskolájának standján azt is megtanulhatták, hogyan kell a habzsákot használni. Az iskola nagy szakmaválasztó kiállítására Szekszárdváros és a környező települések továbbtanulás előtt álló diákjai érkeztek szép számban. 16 iskolát, 16 általános iskolát kerestünk meg, Dunaszentgyörgytől Bátaszékig voltak iskolások jelen a rendezvényen, több mint 300-an jöttek el. A többség az iskolák által szervezve, és nagyon sokan jöttek úgy is, hogy szülővel egyénileg, mert érdekelte őket, sőt voltak hetedikesek, és volt az idősebb korosztály is, aki érdeklődött a rendezvény iránt. A program egyik célja az volt, hogy pótolja azt a kiállítást, mely hosszú évekig segített a diákoknak eligazodni az oktatási intézmények kínálatában. Juhász Gábor véleménye szerint semmilyen tájékoztató előadás nem ér fel azzal, amikor a diákok testközelből tapasztalhatják meg, mivel találkoznak majd a szakma tanulása közben. Amikor a tanuló megtapasztalja, megfogja, megcsinálja, lő a lézerfegyverrel, összerak egy logikai feladatot, vagy éppen megnéz egy tamboltot, vagy megkóstol egy élelmiszert, vagy egy terméket mondjuk a vendéglátónál, akkor a tapasztalatok azok összeadódnak, és a saját választását fogják segíteni. A kiállítás során a látogatókkal kitöltetett kérdőív tapasztalatai abban segítik az oktatásszervezőket, hogy összhangba hozzák a munkaerőpiac elvárásait és a tovább tanulni vágyók igényeit. Juhász Gábor arra is kitért, egyre magasabb tanulmányi átlagú gyerekek érkeznek a szakképzésbe, ami magasabb színvonalú oktatás lehetőségét is magába hordozza.